A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház telephelyein megyeszerte évente összesen több mint 3.200.000 járóbeteget látnak el a szakemberek. A kórház egészségfejlesztési irodáinak célja a lakosság egészség megtartásának fejlesztése és a szűrővizsgálatok fontosságának hangsúlyozása. Hazánkban 3 népegészségügyi szűrővizsgálat van, ami életkorhoz kötött és állami támogatással behívásos módon történik. Az emlő, a ményak és a vastagbélszűrés. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház egy elnyert uniós pályázatnak köszönhetően 540 millió forintból alakíthatott ki 6 egészségfejlesztési irodát a megyében. Az irodák célja a lakosság egészségmagatartásának fejlesztése, főleg a prevenciós szűrővizsgálatokra hívják fel a figyelmet. Egészségfejlesztési irodákat hoztunk létre a kórház szervezésében. Összesen a megyében 6 járásban pályáztunk Európai Uniós forrásból ezen irodák létrehozására, illetve fenntartására. A fenntartási időszak 2 év, ezt követően pedig 3 éves időszakban még a kórház tovább működteti ezeket az irodákat. A 6 járás Nyíregyháza, Nagykáló, Nyírbátor, Máté, Szalkafehérgyarmat és Vásárosnemény. Az egészségfejlesztési irodák tulajdonképpen csatlakoznak azokhoz a népegészségügyi programokhoz, amelyek a lakosság egészség magatartásának a fejlesztését célozzák elsősorban. Tehát lakosság közel próbálnak akár egyéni egészségfejlesztést kialakítani, akár csoportos rendezvényeken keresztül olyan betegségcsoportokra koncentrálva, amelyek megelőzése nagyon fontos népegészségügyi cél. Ilyenek például a keringési betegségek, mozgásszervi betegségek, mentális betegségek, de akár a daganatos betegségekről is beszélhetünk. Magyarországon, és nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében rendszeresen készítenek egészségjelentéseket. Ezeknek az egészségjelentéseknek egyrészt a lakosság egészségi állapota, másrészt pedig az egészség magatartást meghatározó indikátorok is a tartalmi elemei. Azt tudjuk, hogy a lakosság egészség magatartása nagyon rossz, nagyon gyenge. Elsősorban az életmód, a táplálkozás, a mozgásszegény életmód, és hát sorolhatnám az alkohol, a dohányzás, kábítószerfogyasztás azok, amelyek jelentős egészségkockázatot jelentenek. És ugye az egészségünkben, az egészségünknek az alakulásában 80%-ban szerepet játszik az egészség magatartásunk. Pontosan ezért célja a népegészségügyi programoknak az, hogy az egészség magatartást változtassuk, próbáljuk meg a fókuszt elhelyezni, vagy eltolni kicsit a gyógyítás irányából a megelőzés irányába, hiszen akkor sokkal több forrásunk marad a gyógyításra is, hogyha sokkal kevesebb beteg kerül be a kórházakba. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház telephelyein megyeszerte évente összesen több mint 3.200.000 járóbeteget látnak el a szakemberek. A nagykálói egészségfejlesztési iroda március elejétől működik, a vártnál népszerűbb a lakosság körében. Elsősorban nem életmódváltó programokat szerveznek, hanem állapotfelmérő vizsgálatokat. A tapasztalat az az, hogy rengetegen bejönnek hozzánk ezekre a strandokra vagy sátorba, attól függ, hogy milyen kialakítással vannak ezek kihelyezve, és hát sajnálattal azt kell mondjam, hogy a megjelentek többsége rendelkezik már valami olyan betegséggel, amely eddig rejtett betegség volt, és ez igaz, csak egy egyszeri állapotfelmérés, amit általában mi végzünk, de nevezetesen magas vérnyomással, több embert, testzsírszázalék nem megfelelő intenzitásával már több embert kiszűrtünk ezeken a vizsgálatokon, tehát azt gondolom, hogy szakmailag is indokoltak a működésünkben, hogy ilyen jellegű prevenciós munkát is végezzünk. És hosszú távú céljaink pedig természetesen azok, hogy a magyar lakosság rossz egészségi állapotát itt a nagykálói lakosok esetében is próbáljuk meg ezt a számot valamilyen módon pozitív irányba elmozdítani. Itt a születéskor várható átlagos élettartamot egy picit növelni, a halálozási statisztikába egy picit belenyúlni olyan módon, hogy hosszabb ideig éljünk, és ezek az utolsó 10-12 évek ne betegségben történjenek, hanem egészségben. Tehát a hosszú távú cél az ez.
az életkorhoz kötötten javasolt időközönként elmenni szűrővizsgálatra. Ma Magyarországon 3 olyan szűrővizsgálat, népegészségügyi szűrővizsgálat létezik, ami életkorhoz kötött és az állami támogatással behívásos alapon működik. Ez az emlőszűrés a nők számára, a méhnyakszűrés szintén a nők számára, és ugye a vastagbélszűrés, ami elsődlegesen a férfiak miatt, de persze ugye ezen is nők is részt vehetnek, hiszen ezek azok a szűrővizsgálatok, amelyek nem annyira invazívak, tehát mondhatom azt, hogy nem járnak olyan nagy fájdalommal, és igazából az úgynevezett szenzitivitása és specificitása, tehát a pozitívakat valóban pozitívnak, a negatívakat pedig valóban negatívnak szűrjük ki. Ezek is megfelelőek ahhoz, hogy egy ilyen lakossági prevenciós szűrővizsgálatot végezzünk. Nagyon sok betegség van még, amit lehet szűrővizsgálattal, de ezek már nem népegészségügyi célú kampányok keretében működnek. Évente mintegy 1500 nőnél diagnosztizálnak méhnyakrákot, közülük 400-an halnak meg a betegségben, ezért a szűrés fontosságát nem lehet eleget hangsúlyozni. A szűrővizsgálat a 25 és 60 év közötti korosztály számára 3 évente javasolt. Ez nem egyenlő az évente ismételt rutin nőgyógyászati vizsgálattal, emelte ki Kósa Zsigmond főiskolai tanár Nagykálóban. Azért fontos ennek a hangsúlyozása, hiszen Magyarországon évente körülbelül 400 nő hal meg méhnyakrákban, aminek nem lenne szabad történnie, hiszen a méhnyakrákot rák megelőző állapotban szűrik ki, és a megfelelő kezelési módok megvannak. Tehát gyakorlatilag nem lenne szabad, hogy ma Magyarországon egy kis településnyi lakosság eltűnjön évente a térképről. 3 évente javasolt a szűrővizsgálat és a 25-60 éves korosztálynak, de mindenképpen szükséges hangsúlyozni, hogy a nőgyógyászati vizsgálat az más. Tehát arra akár évente is elmegy, vagy ha panasza van, de magára a méhnyakszűrése 3 évente egy alkalommal elegendő. A korai stádiumban fedezik fel, tehát a rák megelőző állapotot, amit sejtvizsgálattal tudnak igazolni, abban az esetben 100%-os a gyógyulás esélye. Országszerte több ezer hetedikes lány kaphat ingyenes méhnyakrák elleni védőoltást évről évre. Ahhoz, hogy a védettség kialakuljon, 2 oltásra van szükség 6 hónap különbséggel. Hazánkban 10-szer magasabb a méhnyakrák halálozási rátája. A statisztikai adatok alapján ez a második leggyakoribb rákos megbetegedés a 15 és 44 éves nők körében. A vakcina beadatása azért is jelentős, mert már a rákos elváltozás kialakulása is megelőzhető vele. A szakember szerint a fiatalkorban beadott védőoltás 93%-ban nyújt védelmet, de 20-30 éves kor után is 65%-os lehet a védettség. Azonban a vakcina beadása után is javasolt a 3 évenkénti szűrés. Az alapellátás szintjén most zajlik a vastagbélszűrés bevezetése a házi orvosoknál, hiszen a vastagbélrák okozta halálesetek száma is magas Magyarországon, és egyre több új beteget diagnosztizálnak. A szűrővizsgálatoknak nagyon nagy jelentősége van a betegségek megelőzésében, hiszen a szűrővizsgálatokkal a tünet és panaszmentes embereket hívjuk be szűrésre, hogy kiemeljük közülük azokat az embereket, ahol már elváltozás található. A korai stádiumban felismert betegségek, legtöbbször daganatos betegségek jó eséllyel gyógyíthatóak. Nagyon fontos, hogy ezzel a behívott emberek, a megfelelő célcsoport tisztában legyen. Nagyon fontosak ehhez a helyi szinten működő EFIR, a most elindult praxis közösségnek a működése. Most zajlik éppen az alapellátás szintjén a vastagbélszűrés bevezetése a házi orvosoknál. Nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen a kolorektális daganatok okozta halálozás nagyon magas Magyarországon, egyre több új megbetegedést fedeznek föl. Ez egy lassan kialakuló betegség, körülbelül 10 év alatt fejlődik ki. Tehát a most megcélzott korcsoport az 50 és 70 év közötti férfi, női lakosság vegyesen, így jó esély van arra, hogy az ötszöri szűréssel kiemelhetőek azok az emberek, ahol már valamiféle elváltozás található, tapasztalható. Ennek az első lépése,
hogy a házi orvos megkapja a behívási listát, megszólítja ezeket az embereket, átadja részükre azt a székletvételi kittet, tartályt, amit továbbítani kell az Országos Közegészségügyi Intézet laboratóriumában, ott végzik el a megfelelő vizsgálatokat, és jeleznek vissza, hogyha eltérést találnak. Ezt követően a második lépcső a kolonoszkópos vizsgálat. Természetesen erre felkészült a kormányzat, hogy az alapellátás részére a kiemelt pácienseknek belátható időn belül, tehát egy hónapon belül kolonoszkópos vizsgálatot tudjanak biztosítani. Ezek a kolonoszkópos egységek már nagyon szigorú uniós előírásoknak felelnek meg, és szedálva végzik el a vizsgálatokat. Ami nagyon fontos, hiszen a köztudatban az embereknél még mindig az van, hogy mennyire fájdalmas és kellemetlen vizsgálat a kolonoszkópia. Nem túl kellemes dolog, de azt gondolom, hogy az egészségünk megőrzése, pontosabban a betegségek korai felismerése érdekében, akinek ez szükséges, az mindenféleképpen folytassa a megkezdett vizsgálatot a kolonoszkópiával, és akkor fog egyértelműen eldőlni az, hogy valóban egy kolorektális daganat találnak szemben, vagy csak egy daganat előtti állapottal, ne adj Isten, egy polip található, de mindenféleképpen ezeket az információkat el kell juttatnunk a lakossághoz. A különböző szűréseknek különböző a célcsoportjai. Én azt gondolom, hogy egyre inkább az a pozitív tendencia figyelhető meg, hogy elmennek az emberek a szűrésekre. Nyilván van még tennivalónk, főleg a fiatalabb korosztálynál, ahol azt gondolják az emberek, hogy ez az egészségi állapot, ez mindig fenntartható, anélkül, hogy bármit tehetnének az egészségükért, pedig ez nem így van. A szűrővizsgálatok is az egészséges életmódnak a része, a betegségek megelőzéséhez kapcsolódik. Ma Magyarországon a férfiak átlag életkora 72 év, amíg a nőké 79. Az irodák és a szűrővizsgálatok célja, hogy javítsák a halálozási statisztikát és megnöveljék a várható élettartamot.